Köszöntöm a Kölcsi Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszele című műsorunkkal, amelyben megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzük meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A Békés Csabát legyőzve Magyar Kupa győztes lett a Fátum Nyíregyháza. A legendás aranycsapat relikviáiból nyílt kiállítás Nyíregyházán. Küzdősportág választót rendeznek a Continental Arénában. A bajnoki cím megszerzését tűzte ki célként a Nyíregyháza Tigers. Győzelemmel kezdte a rájátszást a nyíregyházi kosársuli. Magyar Kupa győztes lett a Fátum Nyíregyháza, miután az érdi döntőben 3-2-re legyőzte a Békés Csabát. Az elmúlt héten munkába álló vezetőedző Hollósi László szerint agresszív játékukkal meglepték ellenfelüket. Egy héttel egy kupa döntő, egy ilyen megmérettetés előtt beszállni, sohasem egy egyszerű, nem csak az én életemben, nyilván a játékosok, illetve a szakmai stáb életében sem egy egyszerű dolog. Én amikor megérkeztem, akkor nyilván rögtön elkezdtük analizálni a helyzetet a kollégáimmal, tehát itt tényleg ki kell emelnem, hogy nagyon profi módon álltak hozzá a Horváth Andrásék, illetve a Kőhalmi Ricsi, tehát nagyon segítőkészek voltak, tehát mindenki együttért dolgozott, hogy sikeresek legyünk. Utána nyilván leültünk a lányokkal egyenként átbeszélni, ha esetleges problémák voltak, illetve ott is azt hangsúlyoztam a lányoknak, hogy itt mindenkinek profinak kell lenni. Történt egy döntés, amivel személy szerint egyet lehet érteni, vagy nem, de nekünk nem ez a dolgunk, hogy mi értékeljük a vezetőnek a döntését, hanem tényleg arról szól, hogy nekünk a saját munkánkat kell végezni. És ahogy az eredmény is mutatja, illetve nem az eredmény, hanem inkább tényleg azt szeretném hangsúlyozni, a mutatott játék meg a mentalitás, amit nyújtottunk a mérkőzésen, úgy látszik, azt mutatja, hogy most rövid távon megértették a lányok, most a következő feladat, hogy ezt a szintet fönt is kell tartani. Talán el lehet mondani, hogy a mérkőzés előtt nem annyira egyháza számított esélyesnek, egy összetes meccsen apróságok döntenek, melyek voltak ezek az apróságok? Így van, valóban nem mi voltunk a favoritok, hiszen azért az látható, hogy a Békés Csabának egy rettentő erős kerete van, illetve hát nem titkolt céllal ők egy olyan csapatot akarnak építeni, ami Európában is leteszi a névjegyét. Nyilván hasonló elképzelések vannak Nyíregyházán, de ők még talán egy lépcsőfokkal hátrébb tartanak, és még ugye most haladnak azon az úton, ami ebbe az irányba vezet. Én azt gondolom, hogy azért az elejétől fogva tudtunk egy olyan agresszív stílussal fölállni a mérkőzésre, ami annyira nem ízlett a Békés Csabának, és ugye ez második, harmadik játszmában ez ki is csúcsosodott, hiszen talán nem volt még olyan magyar csapat, aki ennyire dominánsan két játszmán keresztül tudta volna kontrollálni a Békés Csabát. Utána nyilván a negyedik játszmában még sajnos nem tudtuk befejezni, bár ott is irányítottuk végig a játszmát. Az ötödikben meg tényleg valami eszméletlen volt, amit a hölgyek csináltak. Sok finom apró részletből állt össze a dolog, tehát mentalitásban próbáltunk egy kicsit változtatni a lányokon. Voltak olyan új taktikai elemek, amiket bevetettünk, és egész jól működtek. Úgyhogy összességében tényleg, ahogy mindenki kiemeli, ez most arról szól, hogy egy nagybetűs csapat. Nyilván ilyenkor mindig mindenkor elhangzik, hogy csapat, amikor valaki győz, meg sikert ér el, de mint ahogy előbb is említettem, tehát ez egy következménye volt ez a siker annak, hogy tényleg megértették a lányok, hogy ezt csak együtt lehet véghez vinni. Ez a néhány nap az ünneplés, aztán következik a rájátszás meccsei, a bajnokság legfontosabb mérkőzései. Ezek után mi a cél? Én azt mondom, hogy nem is néhány nap, tehát ezt még jobban le kell szűkíteni, meg lesz majd természetesen a megfelelő idő, amikor lehet ünnepelni. Én rögtön a döntő után fél órával összehívtam a lányokat, és mondtam, hogy ne is nyilván élvezzék most a pillanatot, de ne az legyen, hogy most akkor valami hatalmas ünneplés és fiesta kezdődjön, hanem tényleg most nekünk arra kell koncentrálni, hogy pénteken már egy nagyon fontos mérkőzés lesz a Vasas ellen, és biztos vagyok benne, hogy nem lesz egy egyszerű mérkőzés, hiszen azért a Vasas egy erős csapat. Itt nekünk úgy kell felállni, mintha egy hasonló mérkőzés lenne, mintha minden mérkőzés egy kupadöntő lenne. Az elmúlt időszakban többször elhangzott, hogy egy hosszú távú koncepció mentén dolgozik a Fátum Nyíregyháza. Ez a kupa győzelem be volt tervezve ebbe a koncepcióba? Hát nem nagyon. Mi arra számoltunk, hogy bejutottunk a döntőben, nagy sikert értünk el ezzel.
Ugye nekünk ez egy plusz volt ez a döntő, de azt is éreztem, hogy abban a csapatban nagyon sok van, és ez egy jó játékos állomány, egy különösen jó játékos állomány. Azt is mondhatom, hogy a magyar mezőnyben árérték arányban a legjobb játékos állomány, és látszott az, hogy ez a csapat egészében nagyon jól dolgozott, egy olyan stáb dolgozott ezzel az együttessel, amelyik nagyon sokat kihozott belőle, viszont az is látszott, hogy még valami pluszra szükség van ahhoz, hogy igazán nagy sikereket érjünk el, és a Hollósi László volt ez a plusz, teljesen egyértelmű a csapat minden játékos, és ezt mondja, én is így látom. Úgyhogy nagy dolog. Ezzel a folyamatos építkezésben, amire szerkesztő is gondolt, és amire utalt, ezzel most szintet léptünk. Tehát ugye itt most nem lesz könnyű például ezt túlszárnyalni jövőre, a Magyar Kupában sem. Rá kell állnunk a nemzetközi kupa szereplésre, és a Magyar Bajnokságban most nagyon fontos, hogy a négy közé jussunk. Egy borzasztó nehéz párharc következik a Vasas ellen. Nem csak azért, mert a Vasas hagyományosan egy gazdag csapat, jó csapatnak, kiváló edzővel, hanem mert egy jó formában is lendül, ugye a Jász Berényt döntőszedben megverte a Magyar Kupában, tartok attól a mérkőzést, de nyilván bátran állunk hozzá, de ez most nagyon fontos lesz. A legendás aranycsapat relikviáiból nyílt kiállítás Nyíregyházán a Continental Arénában. A Puskás Intézet által gondozott állatot már több európai országban láthatták. 2011-ben az intézet azt a feladatot kapta, hogy az összes kiváló labdarúgónak az erekjeit, érmeit, kupáit gyűjtsük össze. Természetes, hogy az aranycsapat volt az alap, hiszen az aranycsapat rendelkezik olyan relikviákkal, amelyeket érdemes bemutatni. És hozzánk került ugye Puskás hagyaték, a Buzánszki hagyaték, Grosics hagyaték, és így szépen lassan elkezdtük gyűjteni a dolgokat. Volt, ahonnan teljes hagyatékot tudtunk venni, de volt, ahonnan bizony darabonként szedtük össze az országból, hozták gyűjtők, utána jártunk, külföldről szereztük be ezeket, és folyamatosan érkeznek a mai napig is ezek a tárgyak. Most éppen a Bozsik családtól kaptuk meg egy évre, hogy be tudjuk mutatni ezeket kiállításokon, és hát hol máshol kezdhettük volna ezt, mint a Bozsik Akadémia városában, Nyíregyházán. Egyébként a teljes tálat hol járt már? Hát járt már külföldön, Angliában, Skóciában, Görögországban, de most van meghívásunk például Skopjébe, Horvátországba, Brazíliába fogunk, ha minden igaz, menni az év végén. Milyen a fogadtatás, milyenek a tapasztalatok, hiszen egy olyan csapatról van szó, amelyet a határon túl is ismernek. Így van, éppen ezért vittük el például Erdélyben, ahol nagyon sok idős ember emlékszik, még látta még az aranycsapatot, és mindenkinek van egy sztoria, mindenkinek van egy anekdotája arról, hogy Puskás milyen volt, Bozsik milyen volt, vagy a többiek. Nagyon jó a fogadtatás. Egy apró példa, hogy amikor külföldön járunk és meglátják rajtunk a Puskás Akadémiás kabátot, akkor rögtön kérdezik, hogy mi van itt a városban, milyen esemény, amiről nem tudnak, mert óriási a respektje Madridban is. Egy vándorkiállításról van szó, mikor és hol kap majd állandó helyet ez a kiállítás? A tervek szerint a Puskás Akadémia lesz egy állandó épület, ahol lesz majd egy kiállítási része, egy interaktív kiállítás, és lesz egy kutatható része. Tehát szeretnénk azt, hogy mindenki megismerje a magyar labdarúgás aranykorát, ami reméljük lesz még. Van egy olyan mondás, hogy aki a múltját nem becsül, annak jövője sincs. Azt hiszem, ez a kiállítás tökéletes példa az ellenkezőjére. Nagyon nagy öröm számomra, hogy Nyíregyházára érkezett az aranycsapat emlékkiállítás, hiszen az emlék évét éljük. 65 éves az aranycsapatnak a 6-3-as legendás mérkőzése, hiszen Londonban a Wembley stadionban fantasztikus győzelmet arattak, és ennek megfelelően még több év van, amit ünneplünk, hiszen évfordulók vannak, születésnapok vannak benne, és nagyon-nagyon fontos, hogy ezt közelebb hozzuk, úgymond a jövő generációjának is, hiszen azok az emlékek, amelyet mi az édesapáinktól, nagypapáinktól hallhattunk mindig, azok most itt vannak, megelevenednek, és közelebb kerülnek hozzánk. Mindenki nagyon szereti a futballt, a jó focit, és bizony 1950-től 54-ig veretlen volt az aranycsapat, 4 éven keresztül az egész világban, és ez óriási teljesítmény volt azzal a hittel, azzal a akarattal és küzdeni tudással, amelyel ők rendelkeztek, egy igazi közösséget alkottak, és a foci most is közösségteremtő erő. Igen, el kell jönni, mindenki szeretne jó focit, tenni kell azért, és az utánpótlás nevelés, itt van a Bozsik Akadémia is Nyíregyházán, itt van a család, a fia és az unokája is egyébként Bozsik Józsefnek, és ők ajánlották fel a Bozsik hagyatékot, hogy igen, meg lehet tekinteni, de itt van a Puskás Ferenctől és a többi aranycsapat játékosának is a relikviái. Óriási dolog az, hogy mondjuk láthatjuk az olimpiai aranyérmeket,
láthatjuk a belépő jegyeket, és tényleg olyan értékek vannak itt, amely szerintem példaértékű a világban is. Ezt meg kell mutatni mindenkinek, és nagyon nagy öröm számomra, hogy 3 héten keresztül ingyenesen látogatható, és mindenki számára nyitott ez a gyönyörű, szép kiállítás. Sportvédfelelős államtitkárként sokat utazik külföldre, gondolom nagyon sokszor szembesült már ennek a csapatnak a külföldön is meglévő nimbuszával. Természetesen voltam emlékeseményeken kint külföldön, Barcelonában is, és ünnepeltünk együtt az ottani magyarokkal, az ottani sportszerető barátokkal, hiszen mindenki ismeri az aranycsapatot, a világ leghíresebb, illetve Magyarországon a leghíresebb, de lehet azt is mondani, hogy a világ leghíresebb emberei között van Puskás Ferenc, és azok a hagyatékok, amelyeket ő átadott, és az ő családja átadott a Puskás hagyatékkal együtt, az is itt megtalálható, és látható, és egy kicsit interaktív is a kiállítás, hiszen a fiatalok is már, hogy modernebb világban élünk, kell, hogy lássanak képeket is, lehet látni folyamatosan a mérkőzéseket, úgyhogy egy kicsit, hogyha ide belépünk, a múltba vissza térünk, de ez is azt fogja eredményezni, hogy nem szabad elfelejteni az aranycsapatot, hiszen ők a mi értékeink. Abszolút érintettként az aranycsapat egyik emblematikus játékosának fiaként milyen szembesülni az itt látottakkal, amit gondolom nem először lát. Valóban nagyon sokszor láttam már apró részleteiben különböző relikviákat az aranycsapathoz kapcsolódóan, de azért így egybe egy ilyen kiállításon ez az első alkalom. És hát azt kell mondjam, független attól, hogy ugye gyakorlatilag én bizonyos értem ebben nőttem föl, de azt kell mondjam, hogy tényleg nagyon jó érzés, mert azt gondolom, hogy azért az aranycsapat a magyar kultúra, de mindenképpen a sportkultúra meghatározó része, egyfajta hungarikum, és ugyan a sport élt át elég mostóha évtizedeket itt a rendszerváltás körüli, illetve utáni időszakban, de jó arra gondolni, hogy esetleg újra lehet majd nekünk valamilyen sikeres csapatunk. Hát nem mondom azt, hogy ha világbajnoki döntőt fogunk játszani itt a belátható időn belül, de azért a törekvések mindenféleképpen megvannak arra, hogy jó sportunk, jó futballunk legyen, újra legyenek példaképeink, mert én azt gondolom, hogy a tömegek is akkor mozdulnak meg, és a tömegsport is akkor kap egy lökést, hogyha példaképeket lát maga előtt. Biztos, hogy sokan megkérdezték már, futballistaként, edzőként, szövetségkapitányként, mennyire volt, vagy mennyire nehéz most is együtt élni a Bozsik névvel? A civil életben nem panaszkodom, az nagyon kellemes érzés volt, mert a legtöbb helyen megkönnyítette az ismerkedést, egy társaságba való beilleszkedést, mindig volt közös téma, és kíváncsiak voltak rám az emberek. A futballpályán kissé nyomasztó lakhatott, játékosként ettől szenvedtem fiatalon elég sokat, de aztán olyan 22-23 éves koromban egyszer csak egyik pillanatra másikra megszűnt ez a nyomás. Valószínűleg azért, mert megtaláltam a magam helyét ott a Pénzügyőr csapatában, elfogadtak, én is elfogadtam, hogy itt leszek, és onnantól kezdve ott sem jelentett már ez problémát. Edzőként hál' Istennek nem nyomasztott egy pillanatig sem, úgyhogy összességében azt gondolom, hogy nagyon jól érzem magam ezzel a névvel. Azt tudjuk, hogy a fia Nyíregyházán dolgozik, Bozsik Péternek jelenleg milyen kapcsolata van a futballal? Nem, négy szakértője vagyok, az NB1-es, illetve a válogatott mérkőzéseket követem nyomon, illetve kommentálom, azon kívül pedig a Komáromi VSE felnőtt csapatának vagyok az edzője. Jelen pillanatban az a célkitűzésünk, hogy NB3-as csapatunk legyen, és egy tartós, jó színvonalú futball legyen Komáromban. A küzdősportok 15 irányzaton mutatkozik be szombat délután Nyíregyházan, a Continental Arénában. A szervezők minden korosztály képviselőit várják a rendezvényre. Szeretnénk közelebb hozni az embereket egyrészt a küzdősporthoz, meg sajnos az élet aktualitása is az diktálja, hogy sose árt, hogyha az ember egy-két úgymond önvédelmi fogással tisztában van. Egyrészt, másrészt pedig ugye a jelenlévő edzések, amik nálunk jelen vannak, ott többször találkozunk vele, hogy a szülők hoznák a gyermeket, de félnek attól, hogy megsérül, vagy valamilyen problémával találkozik az edzés során. És ugye ezt a téfitet szeretnénk eloszlatni azzal, hogy közel 15 küzdősporták, közel 20-25 nyíregyházi klubja lesz jelen ezen az eseményen. Ezek az edzések kipróbálhatóak lesznek, végignézhetőek lesznek, azaz hát ott személyesen tapasztalhatják meg a
küzdősportokat. Milyen korosztályt vártok? Egészen 5 éves kortól 100 éves korig, ugye, aki mozogni tud, mindenkinek hasznára van az, hogyha sportol, ha esetleg ez a küzdősport, és azáltal meg is tudja magát védeni, az még csak plusz haszon. Milyen kísérő rendezvények lesznek? Először is azzal kezdeném, hogy az első 500 gyermek, aki érkezik, az ugye ásványvizet és túróródit kap tőlünk ajándékba. Közben egészségügyi szűrések lesznek a rendezvény egész ideje alatt. Sportágok, sportszergyártók pakolnak ki, nagy áruházak pakolnak ki, ahol ugye ezeket a sportszereket meg lehet nézni, ki lehet próbálni esetlegesen. Nem beszélve a táplálék kiegészítőkről, hozzátartozó energiaitalokról, akik megint csak szintén jelen lesznek a csarnokban és bemutatkoznak. A sportág választott majd egy K1-es gála követi 10 mérkőzéssel, és a bevételt jótékony célra ajánlottátok fel. Kinek? A Nyíregyházi Kórház Alapítványának ajánlottuk fel az esteljes bevételét. Hál' Istennek nagyon sok támogatót találtunk a rendezvény lebonyolításához, ami azt jelenti, hogy a nézőknek is nagyon sok érdekes játékkal, feladattal készülünk. Ugye nem lesz kimondott tombola sorsolás, hanem különböző meglepetés ajándékokat fogunk a nézők számára is átadni. A szombat délután is az este a küzdősportokról szól majd Nyíregyházán a Continental Arénában, a délutáni sportágválasztó után este 10 K1-es mérkőzés láthatnak az érdeklődők. Milyen lesz a program, kik lépnek majd szorítóba? Szorítóba világbajnokok, Európa-bajnokok, világkupa győztesek lépnek. Lesznek szlovákok, ukránok, ukrán világbajnok is lesz, a románok is lesznek. Lesz közöttük egy olyan srác, aki magyar, de ott ez Romániában, és nem is egy-kettő, a Ruzsinszki István, meg a Jóni Márté. Ők magyarok, de Romániában edzenek, és elég jó neves klubokban edzenek. K1 szabályrendszer szerint zajlanak, majd a küzdelnek, mit kell tudni a K1-ről? A K1 a kickboxnak egy olyan versenyszáma, ahol lehet ütni, rúgni, térdelni, tilos könyököt ütni, tilos fejelni, ugyanúgy, mint a többi küzdősportban. Hogy épül majd fel a program, lesznek egy kísérő rendezvények? Lesznek bemutatók, a Tóth István tart egy szisztema bemutatót, és a kiukisinkai szakáktól lesz Rózsa Gabi, az tart egy törés bemutatót. Hány nyíregyházi versenyzőt láthatnak az érdeklődők? Itt két nyíregyházi, két felnőttet és egy gyereket. Ez egy kisgyerek, Szoboszlai Bence. A bajnoki cím megszerzését tűzte ki célként az ismét a legmagasabb osztályban induló Nyíregyháza Tigers. Az amerikai edző által irányított együttes számára április 7-én hazai pályán kezdődik a szezon. Nagyon neves edzőt tudtunk Tom Smite személyében igazolni az egyesületünk élére. Nem ma kezdte a szakmát, és rengeteg nüansznyi dologtól elkezdve a legnagyobb gondolatkörökig és taktikai sémákig mindent el tudunk tőle sajátítani. Nagyon élvezzük a közös munkát. Emellett pedig rengeteg új arcot köszönhetünk a Tigersben, és voltak távozók is természetesen. Több amerikai játékos erősíti majd a csapatot, olyanok többségükben, akik már szerepeltek Európában, milyen szempontok alapján történt a kiválasztásuk? Egyértelműen egy rendszert szerettünk volna mind a támadó, mind a védekező oldalon felépíteni, és kimondottan ilyen ehhez a rendszerhez illeszkedő játékosokat kerestünk. Nem az egyedi playmakeröket kerestük, nem olyan egyedi szálakat próbáltunk összerakni, akik önmagukban villognak, hanem egy rendszert szeretnénk felépíteni mind a támadó, mind a védő oldalon. A mérkőzések helyszínét tekintve is szintet lép a csapat. Abszolút így van. Nagyon hálásak vagyunk dr. Szabó Tünde államtitkárasszonynak, és a Nyíregyháza Spartakus vezetőségének, hogy a Városi Stadiont a 4 hazai mérkőzésünk közül 3 alkalomra biztosították számunkra. Ez egy borzasztó nagy előny lehet, hiszen így még inkább színvonalasabb környezetben kerülnek megrendezésre a mérkőzéseink, és bízom abban, hogy rengeteg nyíregyházi szurkoló kilátogat. Minden hazai mérkőzésünk ingyenes. Nagyon szeretnénk, hogyha buzdítanának minket, és kijönnének szurkolni a Tigersnek. Tavaly ugye tudatosan választottatok egy alacsonyabb ligát, elkezdve egy építkezést. Ebben az esztendőben milyen lépcsőfokba szeretnétek mellépni ebben az építkezésben? Nagyon szeretnénk a befektetett energiát és munkát, amit tavaly elvégeztünk egy alacsonyabb osztályban, most kamatoztatni, és én azt gondolom, hogy a most leigazolt játékos, külföldi játékosok egy nagyon erős magot alkotnak, de az igazi erő az a tényleges alap lesz, az a fiatal alap, ami tavaly még formálódott, már most a téli alapozás alkalmával
szinte késznek mondható játékos anyag. 8 csapatos a Hungarian Football League, az edző személyt és a játékos állomány erősségét tekintve mi a cél? Én azt gondolom, hogy kimondható és ki is szeretnénk tűzni célul a bajnokság megnyerését. Nagyon szoros a mezőny, kiegyenlített, tehát nincs olyan csapat, aki kiugróan elhúzna a többiek elől, és én azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas és nagyon szoros 8 csapatos küzdelem lesz, nyerni megyünk oda. A hétvégén rajtolt volna a bajnokság, a Nyíregyháza Tigers számára, azonban időjárási viszonyok miatt elmad a Miskolci meccs. Mikor lép először pályára a csapat? Jelen állás szerint úgy áll a dolog, hogy a vasárnapra tervezett mérkőzésünket a hóhelyzet miatt törölték. Ellenkező utasításig a hazai meccsel kezdünk, április 7-én az NYSC pályán. Thomas Might vezetőedző 18. szezonját kezdi Európában. A 6-szoros osztrákbajnok és Horvátországban is aranyérmes szakember Magyarországon is szeretne az élen végezni csapatával. Természetesen mindenkinek a bajnoki cím megszerzése a legfőbb célja. Ehhez leginkább kiváló játékosokra van szükség. Persze én is hozzájárulhatok ahhoz, hogy megszerezzük az elsőséget. Én nyerni jöttem Magyarországra. Eddigi tapasztalataim alapján elmondhatom, hogy egy nagyon jó mag alakult ki. Intelligensek a játékosok, és bízom abban, hogy ennek a pályán is meg lesz az eredménye. Az elkapó visszahordó Clifford Stoltz Jr. világbajnokként érkezett a Tigrisekhez. Mikor ide érkeztem, mindenki tárt kezekkel várt, és jól éreztem magam, ahogy fogadtak, amilyen melegen fogadtak. Mindenki segíteni akart nekem az edzéseknél, de ez kell számunkra, ez a tapasztalat, hogy jók legyünk, hogy segítsük egymást a csapatban, hogy egy csapatban tudjunk játszani. Természetesen mindenki, és köztük én is jobbá váljunk, és hogy edzünk azért, hogy bajnokok legyünk. Ez kell ahhoz, hogy bajnokok legyünk. Győzelemmel kezdte a rájátszást a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszki Gyuláni együttese Győrben nyert 76-61-re. Mi tartottunk ettől a mérkőzésre, tehát azért tudni kell, hogy ebben a csoportban ugyan a középső házban vagyunk, de nagyon sok olyan csapat van, akinek az ás csapatai is vannak, tehát innentől kezdve nem igazán lehet kiszámítani azt, hogy mikor, milyen játékos állományán fogjuk magunkat szembe találni. És hiába néztük meg ugye az eddigi statisztikákat, és abból próbáltunk meg következtetni, hogy mikor kijátszhat és ki nem. Ettől függetlenül ért bennünket most is meglepetés, mert ugye az ás csapatból a Simon Anikót most éppen ellenünk bejátszották. Megmondom őszintén, hogy nem volt egyszerű. Tehát főleg ott az elején egy olyan agresszív és kemény egész pályás támadást kezdtek el a győri lányok, ami hirtelen kicsit azért úgy visszavetett bennünket. Tehát ugye az nem jellemző ránk, hogy azért a kisembereinket pillanatokon belül megállítsák, és hogy ugye a meccslabdából alig-alig tudtunk kipasszolni. Az volt a szerencse, hogy azért palánk alatt sikerült úgy megtalálnunk a játékot, és sikerült úgy mozgósítani az erőket, hogy ugye ott pont erősek voltunk, ezáltal ugye nagyobb hely maradt majd a kisembereinknek is kint. Egy idő után ugye az egész pályás letámadást is sikerült eljátszanunk, és sikerült a mi javunkra fordítani már az első fél időben a mérkőzést. A második fél időben pedig megtaláltuk azt az ötöst, aki minden tekintetben, tehát úgy támadásban, mint védekezésben olyan komoly ellenállás fejtett ki, hogy azt 22-6-ra nyertük meg azt a negyedet, és ez itt egy az egybe be is határolta a mérkőzésnek a végkimenetelét. Innentől kezdve ugye megengedtük magunknak azt, hogy a végjátékban azok a játékosaink játszottak, akik addig kevesebb játék lehetőséget kaptak. Én úgy gondolom, hogy ez a mérkőzés az egyértelműen bebizonyította azt, hogy azok a junior játékosaink, akik eddig magukra voltak hagyva, és ugye nem igazán volt mellettük a rutin, és kénytelenek voltak ugye a saját maguk erejéből megoldani a mérkőzéseket, hogy olyan játékperceket tudtak szerezni, ami ugye esetleg, hogyha mondjuk van a rutinosabb játékosok, akkor ugye nem lett volna meg. Ez most egyértelműen kijött, olyan higgadtan kosárlabdáztak, és olyan jó döntéseket hoztak, olyan jó megoldásaik voltak, ami úgy gondolom, hogy ez is hozzásegített bennünket ahhoz, hogy ez a mérkőzés meglegyen. Hát természetesen ugye a négy idősebb, az pedig hozta azt, amit elvártunk tőlük, tehát ők maximálisan hozták. Tehát sikerült a Diának is úgy fölpörögnie, olyan játékelemeket megvalósítani, ami ugye eddig nem igazán volt ránk jellemző. Tehát ugye azért
az Dia és az Orsi kapcsolata ugye az mindig is egy különleges játékelem volt, és ehhez hál' Istennek most mondom, az összes többi játékos is bekapcsolódott. Én nagyon büszke és elégedett vagyok a lányokkal. A hétvégén egy újabb hosszú túra következik, Győr után Pécsre utazik a csapat, ott milyen ellenfélre lehet számítani, hiszen a Pécsnek is van A-csoportos csapata. Igen, és ugye itt még nagyobb a lejátszási százalék, tehát ugye itt végignéztük most a játékos állományt, és ebből heten játszanak vissza az amatőr NB1-be, és olyan játékosok is visszajátszanak, akik alapvetően az ás mérkőzéseken is több percet, tehát több játék lehetőséget kapnak. Hát ez semmilyen tekintetben nem lesz egy egyszerű mérkőzés, már csak azért se, hogy ez annyira rosszkor indulunk idő, tehát órátállítás van, és minden más ezen a hétvégén. Tehát ugye ezt itt nem merjük megkockáztatni, hogy ugye elinduljunk Orsival és a Picivel, ezért most ők itt hol maradnak. Hát azt jelenti, hogy most így ugye a center nélkül, tehát a rutinos center nélkül indulunk el, mert a fiatalok azért a junior centereink azok azért itt vannak és hadrafoghatóak. Nem tudom, tehát ez egy érdekes mérkőzés ez minden tekintetben. Biztos, hogy nagyobb lenne az esélyünk akkor, hogyha hogy a palánk alatt is rutinnal rendelkeznék. Most megpróbáljuk a fiatalok gyorsaságát, temperamentumát, a vehemenciát és az akaratot érvényesíteni ezen a mérkőzésen. Ennyi fért a mai sportszeletbe. Köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra.